140 nagyvadra vonatkozó beavatkozási kvótát fog jóváhagyni országos szinten a Környezetvédelmi Minisztérium. Ez azokra az egyedekre vonatkozik, amely az embereket vagy a javakat veszélyeztetik. Az emberekre támadó, illetve lakott településekre bejáró medvékre vonatkozó beavatkozási kvótáról szóló minisztériumi rendeletet tegnap közvitára bocsátotta Graciela Gavrilescu miniszter. A szükséges procedúrát betartva a rendelet augusztus 15-én léphet életbe. Ez volt a küldöttség legfontosabb követelése, hiszen, mint folyamatosan hangsúlyozták, csak a veszélyes egyedek esetében kérik a beavatkozást. A medvetámadásokra kellene valamilyen optimális megoldást keresni, ami mind a két félnek jó, úgymond a medvének is és a lakosságnak is. Hát nálunk csak a tavaly volt több mint 20-23 medvekár bejelentés, tehát ez 23 medvetámadás jelent a község 5 településén, ami azt jelenti, hogy ez mind lakott területen történt, vagy a medve bejött lakott területre nagy rész, tehát 90%-ban. Úgy gondolom, hogy ezt jelen pillanatban, ha nem veszük kézbe, és nem történik valami, tényleg emberáldozat lesz. Itt már támadott meg a medve, még szerencsére bele nem halt senki. De én borítékolom azt, hogy sajnos közelebbről, ha nem veszik kézbe valaki ezt a dolgot, akkor itt már az emberi sorsok, emberi életek vannak veszélyben. Július 5-én közel 600 fős küldöttség érkezett Bukarestbe Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyékből, akik a Környezetvédelmi Minisztérium előtt tartottak békés figyelemfelkeltő akciót, addig, amíg egy 12 fős delegáció tárgyalt a miniszterrel. Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke, Tamás Sándor Kovászna megye tanácsának elnöke, Péter Ferenc Maros megye tanácsának elnöke, Gábor Ádrián Brassó megye tanácsának alelnöke, Karda Róbert a Felcsík kistérségi társulás elnöke és Csíkszentdomokos polgármestere, Márton István Hargita megye tanácsa vidékfejlesztési egyesületének igazgatója, egy nemrégi medvetámadás dánfalvi sebesültje, Táncos Barna szenátor, Benke József az Etelaka és társai vadász és horgász egyesület igazgatója, Bece István Hargita megyei tanácsos, Márton László Szilárd Gyergyó Csomafalva polgármestere és Demeter Ferenc Mikóújfalu polgármestere. Legfontosabb eredmény az, hogy a miniszterasszony ma aláírta a rendeletet és kitette konzultálásra, tehát elindult a gépezet, ebből már nehéz visszalépni, és azt gondolom, hogy nagyban hozzásegített ehhez a döntéséhez az is, hogy itt voltunk fél ezren a 4 megyéből, és köszönet a mindenkinek, aki eljött ma is fenntartotta az igényünket, hisz itt olyan gazdálkodó emberek, olyan polgármesterek, helyi tanácsosok vannak, akiket nap mint nap ez a témakör komolyan bánt, sért a napi életben, napi tevékenységben, és igazából, hogy mondjuk el, hogy tartalatlan a helyzet már az országnak ezen a részén, és intézkedésekre van szükség. Az baj, hogy el kellett teljen másfél év, hogy egy ilyen intézkedést meghozzanak, de hát minden nap újabb és újabb károk vannak, és ezért is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy legalább minél előbb adják ki ezt a rendeletet, hisz bebizonyosodott Brüsszelből is látjuk, tudjuk, hogy nem Brüsszel akadályozza a kilövések ügyét, a ritkítás ügyét, hanem igazából ez egy itteni bukaresti politikai döntés kell legyen, úgy, ahogy hallhattuk ma a miniszterasszonytól is, hogy ezt a politikai döntést meghozta. Én sajnálom az elődjei, úgymond nem voltak bátrak, vagy akár azt is mondhatnám, hogy gyávák voltak ilyen szempontból, és néhány hangoskodó miatt elodázták ezt a döntést, de én bízom benne, hogy ma már látják azok a természetvédő egyesületek is, hogy mi a természetet megóvtuk, megvédjük nap mint nap. Azért van nálunk medve, és azért van más állatfa is, és igazából ehhez értünk. Lehet, hogy jobban értünk, mint azok, akik itt Bukarestben egy légkondicionált irodából úgymond harcolnak valamiért, amit ők se tudják konkrétan, hogy miért. De bízom benne, hogy ez a mai jelenlét és egy párbeszédnek az elindításához hozzá fognak járulni a zöld szervezetek is, mert megelőzésre van szükség további intézkedésekre, mert ez a 175, ez kevés. Sok-sok intézkedésre van még szükség, jogszabálymódosításra, és várjuk ezeknek a meghozatalát. A beavatkozási kvóta egy évre 350, fél évre 175, és mivel a rendelet augusztus 15-től lép érvénybe, így idénre 140 beavatkozási kvótát engedélyez a miniszter. Astăzi se va emite un ordin de ministru care va fi și trimis spre avizare Academiei Române, ordin de ministru privind intervențiile și cotele care vor fi date.
Aceste cote, deci derogările respective, au la bază studiul făcut în baza directivei europene pentru carnivore bari și în același timp are la bază decizia grupului de lucru dat prin ordin de ministru în 2016, decizie care stabilea cota de intervenție pe carnivorele mari. Cota de intervenție pentru carnivorele mari în 2017 pentru urși este de 350. Ținând cont că suntem la jumătatea anului, ar reveni cam 175. Astăzi, ordinul de ministru va fi pus și pe site-ul Ministerului pentru Dezbatere Publică. O să-i vedeți și titulatura, pentru că facem referire directă la siguranța cetățeanului, la sănătatea lui și eu, ca ministru al mediului, trebuie să am grijă și de protecția speciilor protejate. A négy megye küldöttsége és a szaktárca vezetője egyetértett abban is, hogy meg kell oldani a prevenciót. A miniszter ígéretet tett arra, hogy támogatni fogja a megelőzést. Graciela Gavrilescu miniszter azt mondta, fontos az emberi életek és az anyagi javak védelme. Ezt kívánják elősegíteni a szerdán már aláírt rendelettel. A további követeléseket is elemzik, a cél az, hogy a törvénykezés olyan irányba módosuljon, amely biztonságot jelent az emberekre nézve és egy egészséges medve populáció fenntartását eredményezi.